Éppen villányban sétálok a pince soron. Ez a hely most is fantasztikus, hát még akkor, amikor tele van élettel. Sziasztok! Aki ismer, az tudja, aki nem, annak elmondom, hogy én nagy rajongója vagyok a boroknak. Annyira szeretem inni is egyébként, hogy jó pár évvel ezelőtt alakítottam is barátaimmal és testvéreimmel egy együttest a borra, bor köré, ez a Vivat Bacchus ének együttes, és ezzel az együttesen járjuk az országot, világot, a 22 borvidéket, és éneklünk a kiváló magyar borról. Mit iszunk mindenki, csak a jó ízlele, mit iszunk. Abban a szerencsében van most részem, hogy Villány egyik ikonikussá nőtt pincészete, a bok pincészet meghívott engem, hogy látogassak el hozzájuk. Nagyon sok jó barátunk van itt Villányban, de mégis nagyon örülök annak, hogy pont a bokpince hívott meg, mert Józsi bácsit nagyon szeretem, és sok olyan kérdést szeretnék neki feltenni, ami esetleg titeket is érdekelhet, úgyhogy tartsatok velem! A kóstolóteremben vagyunk éppen, mindjárt érkezik a fej. Magyarország boxia, a bokpince Paganinie, a Cabernet Caberbája, Bok József. Józsi bácsi, szia, üdvözöllek itt nálad. Megkínálhatlak a borodból? Természetesen. Pici borászatból indultál, és most már van hozzá wellness, vendéglátás, gasztronómia, ami messze földön híres. Hogy bírod? Úgy kezdődött az egész, hogy volt a Bok József, mint magánvállalkozó, abból lett Bok Pince Kft., ahol gyakorlatilag a szőlőművelés volt a fontos, ma is az a fontos, majd kiderült, hogy az élelmiszeripar, vagy a borászat az már élelmiszeripar, akkor kell csinálni egy élelmiszeripari céget is, akkor megcsináltuk a bokborászatot, ahol tulajdonképpen a borászat semmi mással nem foglalkozik, csak a szőlővel és a borral. A szőlőt megvásárolja, elkészíti a bort, lepalackozza és értékesít. Majd hát a vendéglátást azt is szeretnénk fejleszteni. Akkor meg kellett csinálni a vendéglátást, megcsináltuk a bokpanziót, és akkor tudtunk kapni pályázati lehetőségbe támogatásokat, gyakorlatilag a szobaépítésre, wellness építésre, stb. Stb. Hát munka délelőtt vagy délután, vendégekkel meg este foglalkozunk. Szóval tehát 24 óra. Hát igen, igen. De az az igazság, hogy ezt nem tartom munkának. Aha. Még pillanatnyilag azt kell, hogy mondjam, hogy elmúltam 70, de én ezt úgymond szívesen csinálom. Most kérdezek egy olyat, amit sokan szoktak kérdezni, igen. És a boros gazdák néha buta kérdésnek tartják, de mi a kedvenc borom? Azt mondom, hogy a kedvenc borom nem tudom kihagyni, mert azt nem hagyom ki akkor, ha vendégek vannak, aha, hogy melyiket, a bokkövét. Tehát ez tulajdonképpen egy olyan házasításom, ami gyakorlatilag azt szokták mondani, hogy Bordeaux blend, tehát egy Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot alapú bor, vagyis hát pontosan ebből a háromból áll össze, a Sauvignon a domináns benne, az 60%-ban van, a Franc az 30%, vagy 10% Merlot. Gyakorlatilag nem nagyon változtatom ezt meg, ezt 91-ben csináltam az elsőt, és azóta ezt egy-két év kihagyással, de tulajdonképpen a Bokő az, amelyeket, tehát hogyha este vörösborozunk is, akkor azt nem hagyom ki. Uh-huh. Tehát azt okvetve iszom, és akkor lehet, hogy iszok még egy Merlot, mert az utóbbi időben nagyon szeretem a Merlot, akkor Merlot válogatást, vagy a Magnificot, vagy itt. Tehát, de egyébként a bokkővel kedvenc borom. Hát eltartott egy kis ideig, amíg a borászati vezető Tóth Zoltánt megtaláltam, mert most is dolgozik. Szia, Zoli! Az lenne a kérdésem, hogy mi a dolga tulajdonképpen egy borászati vezetőnek? Hát akad dolga. Egy ekkora cégben a borászati vezetőnek, ugye a szürettől kezdődik igazából az éves munkánk. Ugye akkor a szőlőszüretnek a levezénylése, a megfelelő erjesztések végigvitele, ezeknek a figyelemmel kísérése. És ez mi? Ez egy párásító rendszer van ugye beüzemelve a pincébe, hogy megfelelő páratartalmon tudjuk a borainkat érlelni. Az igen. Hány hordótok van itt? Körülbelül 1300-1400 hordó között vagyunk, attól függ, hogy mennyi egy éves beszerzésünk. Minden évben körülbelül 100 új hordót vásárolunk. Aha, és most március írunk, most mi a dolgotok?
Márciusban készülnek igazából a szelekcióknak a kifejtése, ugye minden év december, januárjáig szoktunk eljutni odáig, hogy a kész kierjedt újborokat hordóba rakjuk, ekkor jönnek ki ugye a szelekciók, a válogatás, a düllő válogatásaink a hordókból, ezeket kezeljük, majd palackozzuk, és ennek vagyunk most a kellős közepén, éppen a palackozás előkészítésében vagyunk. És mi van most a poharunkban? Jelenleg éppen pont a Fanni gyöngyözőnket töltjük, és azt fogjuk most megkóstolni. Legyen így? Az utód, Bock Valér, akivel azért is vagyok nagyon-nagyon jóba, mert hasonszörűek vagyunk, ugyanis az életkorunk is körülbelül majdnem ugyanaz. Úgyhogy nagyon jól megértjük egymást. Kedves Valér, örülök, hogy végre találkoztunk. Szia Péter! És képzeld el, hogy itt van kettő üveg bor, ami nagyon jó, hogy itt van. Viszont van közte különbség, mondd már nekem, légy szíves, hogy azon kívül, hogy ez fehér, ez pedig vörös, hogy mi a különbség? Hát kettő palack van az asztalon, az egyik ugye egy Sauvignon Blanc, amit nem készítünk olyan túlzottan régóta, de nagyon-nagyon trendi és imádják a vendégeink. Illetve van az ászlóshajunk, a bokküvé, amit 91 óta készítünk, és lényegében valamilyen szinten rokonok ezek a házas, úgymond az egyik egy házasítás, a másik meg egy fajta bor, de itt is a Cabernet Sauvignon az egyik alap a bornak, és a Sauvignon Blanc rokonságban áll a Cabernet Sauvignonnal. Ezt lehet, hogy nem tudtad, úgyhogy most úgy gondoltam, hogy nem elmondtam. De tudtam. Tudtam. Egészségedre. Másfél-két hektárral indult az egész, ezt mondta Józsi bácsi. Így most van saját 100 hektár körülitek? Hát olyan 85. Igen. És még vásároltok hozzá szőlőt? Hát körülbelül ugyanennyit még. Azt a mindenit! Igen. A szép bátyja. Ez szép, és ezt, még, és ezt föl kell dolgozni, és most végre lesz hely hozzá. Hogy most nem tudom, hogy mennyire vagy képben, ugye külön választjuk a vendéglátást és a termelést, és itt a 15 szám alatt fog majd végbe menni ugye a teljes vendéglátás, és mi pedig a termeléssel meg átköltözünk egyel arrébb. Ja. Akkor azért feladat van. Mit szól ez a család? Hát... otthon is meg kell felelni, ugye? Igen. De hát összehangoljuk, ahogy lehet, ahogy tudjuk. Igen. Tolerancia mindenki számára, az mindenki az részéről ugye kell, hogy működjön, és akkor nincs gond. Erre is ígyunk egyet, kóstoljuk meg. És figyelj, és mit javasolnál azoknak a fiataloknak, hogy milyen bort fogyasszanak, akik gondolj vissza, amikor mi 18 évesek voltunk, és akkor még, most nem ismerem kimondani már, de előszeretettel fogyasztottuk mondjuk a VBK-t. Hát egyszer előfordult velem is, igen. Hogy ma is vannak fiatalok, akik azt mondják, igen, hogy miért papolnak ezek az olyan borokra, majd ők később rájönnek, de most akik... Ha most üzenhetek valamit a fiataloknak, akkor azt üzenem nekik, hogy mindenféleképpen egyenek, mielőtt isznak, mindenféleképpen. Ez egy fontos tanács, fogadjátok meg. És a fröccsből még nem volt baj. Kell néha egy kis szünet. Igen, egy kis kikapcsolódás. Kicsit felejtsük el a napi gondokat. Erre is kiváló a bokféle vörösbor. Hoppá! Egészségetekre! Szia! Hát igen, erről beszéltem az elején, kérem szépen, van annak valami varázsa, ami most itt történik. Napsütés, tavasz, bokpince, terasz és a gyönyörű vörösbor. Próbáljátok ki. Tamás Robi, a bokpince sommelier-je. Jelentsen ez bármit is. Tényleg mi az a sommelier? Hát a sommelier jelentése tulajdonképpen magyarul, ha le kéne fordítani, akkor pohárnokot jelent. De egyébként a sommelier már régen a királyi udvarokban is benn volt, a sommelier szolga vagy szolgának is nevezték anno, de ő volt az, aki a királynak a borait kezelte, és hogyha a király elutazott, vagy bárhova ment, akkor összekészítette azokat a porokat, azokat az eszközöket, amit a király az útja során. Tehát maga a király gasztronómiáért, jó érzésért volt felelős régen is a sommelier, ma pedig már a sommelier bejött az étterembe. Ugye itt borászat, itt egy kicsit szélesebb rétegű a sommelier dolga, de maradjunk az étteremnél. Az étteremnél a sommelier válogatja össze a borlapot, tehát egy az egyben ő a felelős a borlap kialakításáért.
Ugye ennek szimbiózisba kell lennie az étlappal, hogy melyik ételhez milyen stílusú borokat válogasson be. Ezeket általában ő szerzi be, és este pedig, amikor jönnek a vendégek, akkor ezeket ő szakszerűen szolgálja fel. Tamás Robi az a srác, aki, hogyha idejössz a bokpincére, mindig találkozol vele, 10-ből 10-szer itt van, és mindenre tud választ. Most szerintem azért találkozol ilyen érdekes emberekkel, nem? Ilyen, mondjuk úgy, hogy gyors talpalós szomeliékkel, akik megkérdőjelezik azt, amit te mondasz. Ez neked a munkahelyed, itt a vendég az első mindig, de azért szerintem mondhatnak néha nagy-nagy butaságokat, mint például én is. Hát engem úgy tanított, hogy akkor választhatok ezt a pályát, hogyha azt le tudjátok fogadni, hogy a vendégnek mindig igaza van. Kide kerültem, akkor nekem a Józsi bácsi azt mondta egy pár, vagy fél év után, vagy egy év után, hogy őt igazából nem érdekli, hogy most itt lehet, hogy furcsán fogunk hangzani, de azt mondta, hogy nem érdekli, hogy mibe kerül. Innen a vendég úgy menjen ki azon a kapon, hogy itt jól érezte magát. Ha két decibóra többet kell kijönteni, akkor 2 decibóra kell többet kijönteni, ha 2 szelet csonkával többet kell levágni, akkor 2 szelet csonkával kell többet levágni, de ha innen kimegy és itt kap egy élményt, és tudja valakihez, valamihez, egy borhoz, személyhez kötni, és meglátja valahol a brandet, akkor egy pozitív érzés. Tehát, hogy valamilyen szinten ez az udvar, ez a Bock brandnek a marketing műhelye. Azt szeretnénk, meg nagyon sok vendég vissza is jelzi azt, amit mondtál, hogy általában ide ugyanek vissza a vendégekbe, mintha hazajönnének. Tehát próbáljuk ezt a kicsit a közvetlenebb, nem azt a feszengős vendéglátás, hanem tényleg az otthonosságot meg. Hát ma az embereknek szerintem erre van szükség, nem még a vendéglátóhelyen megfelelni, hanem inkább belazulni és elengedni magát a vendégnek. Kedves régi és újdonsült barátaim, most egy picit elbúcsúzom tőletek, de még jövök vissza, hiszen rengeteg nyitott kérdést maradt, amit nekem föl kell tennem. Apropó, hogyha nektek van kérdésetek, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, és én ezt fel tudom tenni az éppen aktuális személyeknek. A lényeg az, hogy mindenkit szeretettel hívok ide villanyba, melynek kihagyhatatlan állomása a Bockpince. Találkozzunk személyesen is itt.